És beleásítottál telipapával a képbe? Igen, légy szíves, vagy ne. Nem szeretnéd a Baki parádéba? Nem. Sziasztok, Matilda vagyok. Sziasztok, Robi vagyok, könyvfaló. A mai videóban ismételten közösen fogunk könyveket értékelni, ugyanis nagyon szerettétek apát, én nem tudom miért, ennyire azért, nem tudom, elvarázsolt titeket, mindegy, rátok bízom. Mindegy, szerettetek volna még apa kontentet, úgyhogy azt találtuk ki, jó, hogy... Jó, nem apa komplexust. Menj, állj a sarokba, menj innen, nem akarom ezt veled csinálni. Direkt ezt csinálni, de szóval direkt produkálod magad. Dehogy nem. Szóval azt találtuk ki, hogy nagyon sokszor, hát azért van átfedés a közösen olvasott könyveinkben, mert általában az ilyeneti könyveket szoktuk együtt olvasni, már mint velünk. Nyúlni. Igen. Néha ki is kapok érte. Elsőként. Éppen csak kibontom, és már kikapja a kezemből, hogy akkor ezt vitte olvasni. Plusz most a BookTube könyvklub miatt, mert gyűjtöd a plecsniket, szintén olvasom közösen könyveket, és ezért úgy gondoltuk, hogy körülbelül ilyen negyed évente lenne egy bejelentkezés, ilyen közös bejelentkezés, amikor mindketten értékeljük a közösen olvasott könyveket így együtt. Úgyhogy ez lesz megint a mai videó, és akkor kezdjük. Van egy listám, de akkor az első könyv, amit nem tudunk felmutatni, mert nincs meg kézzel fogható formában, az a Látók volt, csak puskáznom kell, mert nem emlékszem az íróra. Te ha emlékszel, akkor mondd, bár szerintem ilyen téren neked is aranyhalmam óriád van. Sőt, aranyhalabb. Libba Braytől a The Diviners, Diviners, a Látók, ez a magyar címe. Igen, ez volt a januári közös könyv a BookTube könyvklubbal. Alapvetően tetszett ez a könyv egyébként. Szórakoztató volt, nálam a letehetetlen jelző mutatja azt, hogy egy könyv nagyon tetszik, ez szó-szó majdnem az a kategória volt, de érdekes volt, a vége kicsit nekem megponyolódott, nagyon nehéz volt követni, hogy most hol járunk, miben járunk és mi történik, de összességében szólva tetszett a történet. Mondhatom, hogy elolvastam a második részt is, és ott azt mondta, hogy jó, ennek ennyi volt. Szerencsére a harmadik rész azt nem lehet magyarul hozzájutni, de hogyha hozzá lehetne, akkor se érdekelne már. Igen, nekem az első rész volt az a maga a Látók, ami nem tetszett annyira nagyon, mert nekem az volt az érzésem az egész könyv alatt, hogy van vagy 600 oldal, és nagyon sokszor úgy tűnt, hogy majd végre elindul úgy, gyorsabban a cselekmény, vagy úgy jobban, és aztán megint nem indult el, és megint megtudtunk valamit, ami igazából csak több kérdéshez vezetett, és ezt a végére egy kicsit úgy meguntam, meg belefáradtam. Apa elbizonytalanított azon a téren, hogy akarom-e folytatni, de igazából kíváncsi lennék arra, hogy mi jön ezután, de nem feltétlen most, csak azzal meg az a baj, hogy addigra elfelejtem, mi történt az első részben, úgyhogy nem tudom, én egyelőre még tervezem majd valamikor egyszer csak folytatni a sorozatot. Ez tény egyébként, hogy kicsit vontatottan, nehezen indult el az eleje. Ugye az első 150 oldalon, hogyha az ember átrágja magát, akkor már élvezetesebbé válik a történet. Olvasd el, és majd meglátod te is. De haladjunk, már sok könyv van, és a múltkor én is meglepődtél, hogy fél óra volt a felvétel meg a videó. Most már 4,5 percnél jár. Jó, abból 2 percig kerestem a könyvet. A második könyv, amit szintén nem tudunk felmutatni, az David Attenborough-tól az Egy élet a bolygónkon című kötet. Majd ide be lesz vágva. Vagy valahova. Nem tudom, hova fogom bevágni, most olyan fura új polc, meg minden új helyszín. Új polc van! Igen. Odas. Most apával próbáljuk ki a polcot, mint videó helyszín. Na, Egy élet a bolygónkon. Izgalmas könyv. Érdekes könyv. És megdöbbentő könyv. Izgalmas azért, mert hogy ahhoz képest, hogy egy tudományos megközelítése történik a földi életnek, kialakulásnak és a folytatásának, ahhoz képest meg nem tudom, mit akartam mondani. David Attenborough nyilván nem az utolta meg magát a könyvben, mint ahogy a hasonló című filmben sem. Érthetően, közérthetően mondja el azokat a dolgokat, amikről tudnunk kell, mert hogy itt élünk, és a mi bőrünkről van szó. Én szoktam mondani, amikor itt szóba kerül családi beszélgetésekben, hogy
nincs gond, az élet nem fog megállni, legfőbb a természet majd túlél bennünket, bármit is csinálunk mi, akkor is túl fog élni bennünket. Hát, hogy az ember éppen ettől eltűnik, az egy másik dolog. De hogy ne tűnjön el, ugye ez a könyv nem csak azt mutatja be, hogy milyen káros folyamatok történtek az elmúlt időben, illetve vannak most is, hanem azért van egy kis fény az alagút végén, mert azt is elmondja, hogy mit kellene, de nagyon-nagyon sürgősen tennünk ahhoz, hogy elkerüljük a katasztrófát gyakorlatilag. Igen. De te is valami... Én is valami ilyesmit írtam, ezt a konzekvenciát mondtad le belőle. Igen, az a könyv volt olyan, hogy így szembesültem vele, amiben írta a David Attenborough, hogy a következő évtizedekben hogy miként fog változni a Föld, meg mindenféle egyéb dolgok a Földön, meg az életünkkel kapcsolatban. És amikor így írt, hogy a 2030-as években már komolyabb problémákkal kell szembenéznünk, mint például, hogy a sarki égsapkák teljesen elolvadnak, akkor így ültem és így néztem, hogy az azt jelenti, hogy 30 éves koromban már így az apokalipszist fogom élni. Ez volt tök jó. Én is. Hát jó, de te öregem. Na igen. Az csak matematika. Jó, de igen, az úgy megdöbbentett, hogy... Tehát 2021 van és a 30-as évek, azok konkrétan mindjárt itt vannak, szóval úgy, ja, kéne valamit csinálni. Hogy... De sos. Igen, hogy ne ilyen, itt van pont a disztópia szekció apa fölött, hogy ne, ne ezek a könyvek jöjjenek, váljanak valóra, ezt úgy nem szeretném. De úgy szerintem senki sem. Szóval mindenképpen nézd bele ebbe a könyvbe, illetve ne csak nézd bele, képek is vannak benne egyébként, nagyon klassz képek, hanem olvasd is el, hogy hát valami indítatást fogsz te is találni benne arra vonatkozóan, hogy mi az, amit te a magad kis területén megtehetsz azért, hogy 2030-ra a disztópiák jöjjenek. Oké, akkor most ami itt van nálam, az a Titkos kert, ami a márciusi közös könyv volt a BookTube könyvklubbal. Ez egyébként ez egy nagyon bájos kis történet volt, nekem nagyon tetszett. Meg van az írónőtől egy másik könyvem, az is nagyon tetszett. Apának nem tudom neked ez... Tetszett, bár tartottam tőle, hogy ez valami nyáras csöpögős romi izé lesz. Izé. De nem az lett. Tök jó történet volt, nagyon tetszett egyébként. Nagyon szépen leírta a karakterfejlődést a főhőseinknél. És ez nagyon-nagyon jó volt, és kicsit úgy megpizseregtette az ember szívét a végére. Igen, nagyon szép karakterfejlődés megy végbe ebben a könyvben, ugye a természettel összekapcsolódva. Igen, ha már ugye Attenborough az elő, lehet így is csinálni a dolgokat. Persze ez nem tudom, nagyjából 100 évvel ezelőtt, vagy nem tudom mikor történt, vagy még régebben. 1900-as évek. Igen, de jó, lehetne így is csinálni a dolgokat. És ami még nagyon tetszett, hogy nagyon szép természeti képek vannak benne, illetve nagyon szép hasonlatok vannak benne, amik nem tolakodók és nem erőltetettek, mint némely máshogyben szokott előfordulni. Következő a Nem Semmi Lány Jodie Taylortól, ami a Semmi Lánynak a második része, amiről már nagyon sokat beszéltem. És nagyon jól tette, nagyon jó könyv az is. De ez is egyébként, én olvastam ki először, aztán Matilda. Voltak olyan részek, hogy gyakorlatilag én hangosan röhögtem olvasás közben, és nagyon nehezen tudtam abba hagyni. De nem csak ez a jó ebben a könyvben egyébként, hogy vicces, humoros, hanem a mindennapi élethelyzetek vannak ebben a vicces, humoros formában megírva. De amúgy is egy kellemes, könnyű történet, bár annyira nem könnyű, főleg, hogyha a cselekmény egy részét nézem. Bár szerintem az első részben nagyobbak voltak a bogyodalmak, mint ebben. Ja. Itt egy picit ezt talán lájtosabbra sikerült, de ezt a humorral nagyon jól tovább lehetett vinni, de tovább tudta vinni az írónő. Egyedül annyi, hogy a végén vártad, hogy azon az utolsó nagy jeleneten én majd röhögök. Annyira jó volt, és nem jött be neki. És így jött oda hozzám, és így nézte, hogy hol tartasz, én meg ott tartottam, és így várja, hogy röhögjek, és nem röhögtem, mert nekem az a rész az pont olyan volt, hogy ott egy kicsit komolyabbnak kellett volna lenniük, és ott teljesen Totál, az nagyon jó. Lehet, hogyha újraolvasnám, mert most már tudom, hogy utána lerendeződik a dolog, és megnyugodott a lelkem, hogy akkor minden rendben van a végére. Most már lehet, hogy jobban értékelném azt a jelenetet. Így, hogy tudom, hogy minden okés. És a patagóniai rohancsírség. Ez most spoiler volt erősen, de... Ó, őrület! Jaj, zseni! Russellt imádom még mindig.
Nagyon jó hoztál a terepet, igen. Nagyon jó könyv, olvassát fel. Az első részt is, meg ezt a másodikat is, nagyon-nagyon jó könyv. Főleg, hogyha valaki igazából szórakozni akar. El lehet önmagában is olvasni a másodikat is, de akkor lesznek fehér foltok, amik nem biztos, hogy érthetőek, úgyhogy érdemes először a Semmi Lányt, aztán a Nem Semmi Lányt olvasni. Na, ez most úgy érzem a következő apának. Nagyon nem tetszett nekem, meg pont, hogy tetszett, úgyhogy ez Lucy Foley-tól a Vadászparti. Igen, ezen voltak polémiáink, nem csak Matildával, hanem mással is, aki olvasta a családból. Nagyon nem jött be ez a könyv. Nagyon nem. Tudom, hallottam. Igen, többször sóhajtoztam, hogyha sokat sóhajtozok egy könyvvel, azt jelenti, hogy úristen, érjünk már a végére, mert borzasztó. Így fog, és és olyan becsukom, és lecsapom, és megyek egy kört, mert nem vagyok képes tovább folytatni. Szóval nem tetszett. Nem csak azért, mert hogy itt keverte a nem tudom lélektani regényt a krimivel, és igazából szerintem nagyon nem jött össze jól a mix, hanem mert olyan nem érdekelt ez a része különösebben, meg bosszantott az a része, mert hogy na mindegy, mindenki olvassa és döntse el magának, nekem nagyon nem jött, de és a krimi része meg pláne nem jött, mert hogy gyakorlatilag magát a krimit, ugyan megtörténik, spoiler, az elején a mert az elején tudjuk, hogy valaki meghalt. Igen, hogy valami van. De ehhez képest az utolsó 8 oldalon elrendezi az egészet, az összes krimivel, az összes bűnesettel együtt. Tehát nem. Ez nem. Igen. Most olvastam egy másik krimit, na, az krimi volt. Mert nyomozás volt lenne ebbe. Lótúró nem volt. Nekem a hisztin kívül. Egyébként ezt a könyvet például mai ponton nagyon sokan nem szerették, valami 70-valahány százalékon áll, ami viszonylag alacsonynak számít, hogyha így az összesség, tehát ilyen 80 körül szoktak lenni a könyvek pontozás ügyileg, és ez 70-hez közelebb van, mint 80-hoz. És nagyon sokan egyébként ugyanazt sérelmezik benne, mint te, igen. Wow. Tehát én olvastam hozzá értékeléseket, mielőtt elkezdtem a könyvet, mert én ugye Mike ajánlására kértem ezt ki. A 21. század kiadótól. De nekem tetszett, mert igen, hisztisek a karakterek, igen, utálhatóak nagyon a karakterek, igen, a krimi nem egy elős vonal benne. Hát nagyon nem. Viszont ettől függetlenül valami engem megfogott ebben a könyvben, ami lehet ez a barátság széthullós rész, ez az utáljuk, nem tudom egyébként konkrétan. Legyen egy barátságos lélektani regény, vagy barátságtalan lélektani regény. De tudod, hogy ez nekem most pont aktuális volt ilyen szempontból, úgyhogy sorry, de ez nekem nem jött be. Én szubjektív olvasó vagyok, szubjektív véleményen nyilván. Én is. De jó, te is az vagy! Szupi! Várjál, azt még későbbre tartogasd, ez a kupac alján van. Jó, nem baj, többször elhangzik. Jó, tudom, hogy azt várod a legjobban. Egyébként nem. Nem? Nem. Eszembe se jutott, hogy ez is itt van. Ja, persze. Nem, tényleg nem. Csak most. Igen, most mondtad. De már mondtad régebben is. Na mindegy, szóval igen, ezen a könyvön, mert te valami 2,5-et adtál neki talán? Hallány fogalmam, nincs már, hogy mennyit adtam neki. Na mindegy, én meg 4-et, szóval nekem... Lehet, hogy először 3-at, aztán lejjebb értékeltem egy kicsit. Na igen, szóval ez egy ilyen elég megosztó könyv, tehát szerintem ezt vagy tényleg vagy szereti valaki, vagy kiakadt tőle. Legalábbis én úgy vettem észre, hogy ez a két vélemény van róla. Elmondhatom ezt a felelsz vagy merszes dolgot, mint spoiler. Ha te szeretnéd, akkor beteszem, hogy spoiler. Spoiler, jó? De... Szóval oh, érted, de. Amikor játszunk, hogy felelsz, vagy mersz, és azt... 30 éves emberek. 33. 33, igen. Azt mondja neked a másik, hogy menj már kétszer bugyiba, aztán merülj bele a mínusz 5 fokos vízbe. Jó, már kimegyek. De nem megyek ki, hát nem vagyok izé, hát ha nem akarok kimenni, nem megyek, és utána a szentséggel, hogy úristen, mert mit csinált velem? Semmit, te mentél ki. Szóval, ja, ilyenektől akadtam ki. Ez a csúcspont volt szerintem. Igen, ez volt az, amit utána vagy 10 percen keresztül rendelt nekünk, hogy jó, szeretünk. Tudom. Én megértem, hogy neked ez nem tetszett, szóval. Egyébként miután odaadtam a kezébe, elgondolkodtam, hogy lehet, hogy ez nem kellett volna, mert nem fog neki tetszeni. Sose tudhatod előre. Igen, amúgy néha meglepsz, tehát, hogy például most a luxenekkel abszolút megleptél. Na, azok jó voltak. Pont mögötted kitakarod. Azt lenyomtam szerintem egy hét alatt az 5 kötetet. Á, több volt az. Na jó, 7-8 nap volt esetleg. Majd megnézzük. Jó, a következő az Noel Stevensontól a Nimona, ami egy képregény. Erre emlékszem még, hogy igen, kikaptam miatta. Ja, igen, ez volt ez a könyv, ez direkt magamnak. Ezt nagyon szerettem volna elolvasni.
És... ablak alatt veszek. Ez volt az a könyv, hogy azt hiszem ez úgy érkezett meg, úgy hozta a postás, hogy én nem voltam itthon. És akkor megkértem anyáikat, hogy bontsák ki, hogy megnézzék, hogy ez az-e, amire gondolok. Megnézték, és aztán láttam, hogy apa olvassa, és azért kiakadtam, mert mondom, nem igaz, én nem adtam neked erre engedélyt. Aztán nem megsértődött ezen, és inkább azt mondta, hogy jó, akkor nem olvasom el, és letettem. Valóban, nem megsértődtem, de azt mondom, jó, akkor nem olvasom. Persze. Lehet, hogy megsértődtem. Na mindegy, de aztán elolvasta végül. Miután én elolvastam, és engedélyt adtam neki, hogy olvassa. Majdnem írásban kijöttem. Engedély. Na, vegyesek az érzéseim ezzel a könyvvel kapcsolatban. Nagyon szép egyébként a kivitelezése. Gyönyörű szép színes, gyönyörű szép vastag, fényes papíron van nyomtatva. Sok színnel. De aztán úgy haladva a történetben olyan unalmassá vált, és olyan nem is tudom, írtam valamit róla értékelésben, és hogy megsavanyodott az egész úgy a közepe felé, és már olyan érdektelenné vált, hogy jó, oké, nézzük már meg, hogy mi lesz a végkifejlet, aztán haladjunk tovább. Körülbelül ez volt bennem az érzés. Tehát meg... összességében nem jött be most az, hogy nem töltött be. Én azt hiszem, 3,5-et adtál rá. Nincs kapcsolat a MOL-jal, ez időnként előfordul. Nekem egyedül a vége volt kicsit olyan, hogy nagyon hirtelen lett lezárva, és még úgy olvastam volna részletesebben, lett kicsit több magyarázattal, mert nagyon hirtelen lett vége. És ott a vége kicsit olyan összekavarós volt. Hú, várjál, erre mi a magyar szó? A végén kicsit összezavarodtam. Na igen, szóval ennyi volt egyedül nekem talán a problémám, úgymond a kötettel. 3,5-et adtam rá. Mondtam én. Igen, és hát egyébként képregényt nem olvastam mostanában, ez most ilyen extra volt. Régeségedben a hautákat, a pifeket olvastam, de hát az már nem mostanában volt. Jó, én azt mondtam, hogy lezáratlan lett. Ja, igen, kicsit. De azt hiszem ennek, tehát, hogy ez így ennyi. A szép kivitelezésről még annyi, hogy fényes a felület, tehát az összes új lenyoma. Minden. Yeah. Akárhogy takarítod meg a kezedet, tutira rajta van minden. Krimire ne használd, mert leveszik róla a kéznyomatot, vagy micsodát az ujjnyomatot azonnal. Tehát ezzel ne verjek senkit fejbe. Hát lehet, de ezen minden látszani fog. Mondjuk puhakötésessel nem jó. Ilyen dolgokról beszélgettünk. Oké, következő, ami a februári közös könyvünk volt a BookTube könyvklubbal. Mi az a 41 fok? 43 másodperc telt el a felvételből. Szóval ez Jane Austen-től a Büszkeség és balit élet, amit nem hiszem el, hogy apa elolvasott, és utána megnézte velünk a filmet. Soha nem nézte még végig velünk a Büszkeség és balit életet. Mindig 5 perc után sóhajtozva kivonult a szobából. Jó, de van benne egy kedvenc karakterem, hogy hívják? Az apuka? Az apuka. Ja, Mr. Bennett. Úristen. Igen. Én látok párhuzamot közted és Mr. Bennett között. Most nem tudom, hogy ez dicséret volt, vagy... Hát, vedd, aminek szeretnéd. Akkor dicséretnek. Nekem egyébként az újraolvasás volt, és én nagyon szeretem Jane Austen regényeit, de apa nem pont egy Jane Austen célközönség, úgyhogy átadom neked. Nem, mert hogyha még... Nem tudom, más Jane Austen könyvek is hasonlóak-e, vagy ez ebben a korban íródott hasonló könyvek hasonlóak-e, de na, de sok szenvedés, egy kis killódás, hogy ja Istenem, sóhajtozni, ja Istenem, sóhajtozni, és akkor ez nem egy oldalon keresztül, hanem 5x16 oldalon keresztül, vagy mit tudom hány oldalon keresztül. Ez 300 oldal pletykálás, apám. És ez igen, nagyon fárasztott. Nagyon-nagyon fárasztott. Egyedül az apukának a karakteret tudott egy kicsit előrébb vinni, hogy jó, beszólogat tök jó, azért látja, hogy ott nem mindig olyan kerek a világ, mint hogy a... Igen, most megakadtam, mert hogy jót akartam mondani, hogy nem jó videó. Mint amit a másik oldalon a pletykálkodás terén folytatna. Mondjuk, ami még kiakasztott, de azt mondom, a kibeszélőtökben is volt, hogy... hogy hívják a csajt? Elizabeth? Igen. Ugye egészen addig nem akar a... Ja, igen, hogy igen. Van egy pont a könyvben, amikor ugye elmennek Pemberley-be, és akkor már megnézik a kastélyt, és akkor hirtelen valahogy pont az a pont az, ahol veszünk egy fordulatot, és már érdeklődni kezd a Lizzie is a Mr. Darcy iránt. Ami mikor először olvastam a könyvet, nekem is egyébként feltűnt, mert a filmben nem... Filmben ez nincs kidolgozva, igen. De itt a könyvben az elég szépen végig van vezetve, és mondom,
Ó, nem a pénzért szerettem őt. Nem tudom, azért az is egy faktor lehetett, tehát azért most, na most őszintén egy akkora kastélyt te is bevállalnál. Pasival. Vagy fordítva gondolod? Fordítva. Hát az már úgy meggondolandó. Na, ezt mondom azért. Na, de igen. De végül is egész jó értékelés. Most ha azt mondod, nyilván nagyon nehéz összehasonlítani különböző műfajú könyveket, meg egyáltalán még azonos műfajon belül is nagyon nehéz összehasonlítani, hogy most jó vagy nem jó. Sokszor attól is függ, ezt magamon is észrevettem egyébként, hogy hogyan élek meg egy olvasást, hogy süt a nap, vagy esik az eső, vagy mi volt az nap, vagy... Tehát ez is picit belejátszik óhatatlanul a szubjektivitásba természetesen. De hogyha egy nagy palettát nézek, meg azokat a könyveket, amiket idén olvastam, akkor ez a Jobbik? A Jobbik kategóriába tartozó könyv volt. Még annak ellenére is, hogy egyébként nem biztos, hogy magamtól úgy kezembe vettem volna, hogyha nincs a kihívás. Nem baj, elvettük apát, hogy olvasson Austen. Jaja. Van még négy könyve. Megvan mindegyik. Nem. Ahhoz nagyon nem kell talán olvasni valót, hogy kezembe vegyek. Teli van rengeteg könyve, amit nem olvastam. Következő. Huszti Gergelytől a Mester Alvók viadala. Nekem ebből az első rész is tetszett. De az nekem is. Ez is tetszett. Jó volt. Aztán ugye Matildának meg lett elektronikusan, ugye? Igen, elküldte. És akkor mondta, hogy milyen könyvben. Szép a borítója. Megnéztem, mondtam, hú, tényleg tök jól néz ki a borító, hogy gyorsan elmentem, megrendeltem, megvettem. De valóban szép borítója van. Különös, hogyha a kettőt az ember egymás mellé teszi, ugye az egyik fekete alapon van az aranyozása, ugye? Igen, vagy a sárgássága. Igen, fekete ennek alapon meg a fehér alapon van az aranyozása. Összességében egyébként újra kellett olvasnom az első könyvet ahhoz, hogy ezt tudjam folytatni, mert már kevésbé emlékeztem rá, amikor tavaly olvastam. 2018-ban. Még? Akkor még korábban olvastam, szerintem. Tehát nagyon kevés emlékem volt. Igen, mert akkor, mikor mentünk Erdélyben, akkor olvastátok. De és így, hogy egymás után olvastam a két könyvet, így egy viszonylag jó és kerek történet jött ki belőle. Jó, mondjuk az elején sok visszautalás volt az első kötetre, ami esetleg annak hasznos, aki régen vagy még nem olvasta az elsőt. Bár nem olvasta az elsőt, akkor a másodikban meg nem sok mindent fog érteni, tudni. Én gyorsan ki is olvastam, és hamar átmentem rajta, mert hogy már ez a lettehetetlen, majd csak nyom, szóval lettehetetlen kategóriába esett ez is bele nekem. Volt egy-két dolog, amin úgy pillanatra fennakadtam, mert úgy nem biztos, hogy értettem, de ez lehetett az én figyelmetlenségem is, de aztán végigolvastam, és összegészében tetszett maga a történet, szubjektíve. Igen, utána elolvastam én is, és én nem olvastam hozzá az első részt, és nem tudom, 2018 májusában. Én még tudom, hogy azelőtt olvastam az első részt, hogy megjelent volna, mert hogy elküldték akkor. Jó, hogy hamarabb megkaptad? Igen, azt megkaptam elektronikusan, és utána, amikor kijött, akkor kaptam meg fizikai példányban. És az már régen volt. Azóta meg már pár könyvet olvastam. És így nekem meg az, még így is problémám volt azzal, hogy emlékezzek dolgokra, hogy össze volt foglalva nagyjából az elején, vagy nagyon hasonlóan benne volt a másik kötet vége ennek az elején. És így elég sokszor az volt az érzésem, hogy fogalmam sincs, hogy mi történik. Pedig olvastam az elsőt, tehát hogy a fő dolgok megvoltak, csak amikor ilyen részletekre volt jobban utalás, annál volt, úgyhogy nem emlékszem. És akkor így mentem apához, hogy apa, ezt már magyarázd már el, hogy itt ez most mi is, meg hogy volt, meg nem tudom. És akkor elkezdte Ádám és Évától mesélni a sztorit, mondom, nem erre voltam kíváncsi, hanem csak erre az egy dologra. Na mindegy. És nekem az első fele a könyvnek nagyon nehezen csúszott, arra emlékszem, hogy már februárban olvastam, régen volt február, már mindjárt április vége van amúgy. Igen. Szóval tudom, hogy az nagyon nehezen csúszott, aztán a vége felé úgy már kicsit jobb volt, de nem tudom, kicsit elvesztem ebben a könyvben, és végül is az lett a konklúzióm, hogy nekem az első rész így emlékezett alapján jobban tetszett, mint ez a második. Kicsit. Nem tudom, ez nekem unalmasabb volt. Kevésbé élveztem? Igen, ezt kevésbé élveztem. A másik nekem szerintem jobban csúszott.
Meg amit tudom, hogy beszéltük is. De az lehet, hogy kicsit pörgősebb volt, vagy... Igen, lehet. Közelebb volt. Abba több minden történt. És több minden történt. Több minden történt, igen. Mint ebben. Mert ennek nagy része ott a végső küzdelemről szólt, meg az volt benne leginkább. Na mindegy, szóval ennyi nekem, ez kevésbé feküdt. De az egész történetet egyben nézed, az ugye egy teljesen jól fogyasztható sztori a két könyv együtt. Igen, egyébként. De ezt mindenki döntse el magának szubjektíven. Ennek a videónak a jelszava szubjektíve. Ennek is. Ennek is. Igen, de lehet, hogy egyben a kettő az úgy más, mint az, hogy tényleg most nekem eltelt ennyi idő, és így nekem nem volt most speciál affinitásom arra, hogy még az elsőt is mellé olvassam. Van ez így. Nem most viszont. Is ugye van egy olyan sorozat, amit mondtam, hogy most nem kezdek bele, mert nem tudom, mikor jön ki a befejező rész, addig nem, mert még egyszer három könyvet azért nem olvasok el, hogy tudjam a negyediket benne hát, is követni igen. A dolgokat. Na igen, szóval erről ennyi. Következő. Hétvári Andreától a Pettyes Katicám, ez egy gyerekvers kötet, négy évszakra szóló versekkel. Gyönyörű a kivitelezése. Megint megmutatom, ez a Katica, ezért meghalok, aki itt olvas, itt kész vagyok tőle, ennyi. De belül is nagyon szép illusztrációi vannak. A Dagi Verebes az nagyon tetszett. A versek is egyébként aranyosak voltak. Néha volt nézd olyan... Nézd meg milyen kis gömböt! Ennyi, tehát nekem ennyi kell, hogy valaki eléri az inger küszöbömet egy Dagi Verébe, és megvetted kilóra. Néha volt egy kis Vörös Sándor utánérzetem, van egy vers kimondottan a... melyikre is, az nagyon-nagyon hasonlít rá. A Csinglingling Szánc Csengőre. Az igen, az nekem is olyan volt, hogy furcsa, tehát nagyon hasonlított a szöveg. Igen, tehát most... Nagyon-nagyon átírat íze volt, meg még egy-két másik is picit így hajadott néhány Vörös Sándor versre. Nekem az egy volt ilyen. De összességében kedves aranyos versek vannak benne. Gyerekeknek főleg. Lehet felolvasni belőle, esténként, napközben, akármikor. De felnőttként is jó volt elolvasni ezt a kötetet. Én mondom, nekem az illusztrációk az elintézett. A Dagi Verém, meg a kis olvasó Katica, és én már így voltam, hogy jó. Már csak jó lehet, igen, de tényleg nagyon-nagyon szép. Tehát azok a rövid versek, amik... Hát van nagyon rövid, van egy kicsit hosszabb versek is, de nagyon-nagyon szépek az illusztrációk, nagyon aranyosak. Olyan új könyv illata van, hihetetlen. De ez az ilyen papírnak, ennek ilyen speckó illata van. Utolsó könyvünk, Palágyi R. Lászlótól az Éjkapu. Az Éjkapu. Meglepően jó könyv volt egyébként. Szórakoztató, elgondolkodtató. És nálam elérte a letehetetlen kategóriát, tehát úgy érdekelt, hogy mi van a folytatásban, hogy van akkor, mi történik, hogy mi lesz végre a vége is, és hogy alakulnak a dolgok. Nagyon-nagyon jó volt. Ami különösen tetszett, ugye ez a kétféle időség, hogy a jelenből aztán elindult egy ilyen időutazásszerű, akármi, bár nem tudom, hogy a spoiler volt. Nem tudom. Így kontextus nélkül nehéz spoilernek, vagy egy kontextus nélkül nem sokat árul el a sztori. Jó, szóval van benne egy ilyen kis időutazásos vonulat is. Nagyon érdekes könyv volt, nagyon jó volt. Az volt, igen. Csak ajánlani tudom egyébként. Igen. Én egyébként nem tudtam először, mire számít csak ettől a könyvtől, mert ezt a szerző küldte el, de úgy voltam vele, hogy próbál cseresznyem. Szóval, hogy igen, és nekem az eleje döcögősen indult, mert az elején nagyon-nagyon sok név van. Igen, és ugye ugye, hogyha hirtelen belekerül az ember egy új fantasy világba, akkor ott össze kell szednie magát, és így próbálja követni a cselekményt, meg hogy mi történik. És több szemszögből futott az elején, meg több, nem tudom, nem több idő, akkor még nem futott. Akkor még nem, ez egy több szemszög, később, igen, később de így is több már. Szemszögből, több helyszínen, több szereplőnél futott. Az Éjkapu után történt. Igen, mert. Igen. És ott én az elején nagyon össze voltam zavarodva, és... Jó, ebben egyébként tényleg igazad van, a sok név, a sok szereplő az úgy bekavart neked. Igen, is, az elején nem nagyon tudtam oda tenni, hogy kiki csoda. És mennyi 263 oldal ez a könyv, és az olyan első 80 oldalon ez még probléma volt, utána amikor elindultak az Éjkapuhoz, akkor már úgy nagyjából tudtam, hogy kiki csoda, meg ki az, aki fontos szereplő, meg ki az, aki csak úgy meg van nevezve, de nem feltétlenül kell megígyeznem a nevét. És itt nagyon jó lett. Nekem
az Eldorado. Annak, hogy van, az, nekem olyan Eldorado érzéseket adott, amikor elmentek felfedezni a, kvázi az új világot, és ott voltak ezek a... Ott voltak, ugye... Most a Lightroom-re gondolsz? Hát de a könyvben is hasonló, ah, hogy tudni, tehát hogy, igen, hogy igen, mint ami a Disney-s, egy nem Disney-s, felfedezés, tehát mint az Eldorado. Igen, tehát van benne egy ilyen, egy kis Amerika felfedezése feeling, aha, csak nem Amerikát fedezik fel, és nagyon érdekes de, volt. De tök jó volt egyébként. A végére meg végét, mire végére értem, az utolsó 100 oldalt azt hiszem egy gyűjtő helyenben olvastam el, tehát meglepődtem, de pozitívan, szóval jó könyv. Jól meg van írva, igen, szórakoztató könyv, olvassátok el, szubjektíve. Mi azt mondjuk, de ránk nem kell hallgatni. Mondjuk, amikor én azt mondom egy könyvre, hogy ez jó, te meg azt, hogy ne, akkor kire hallgassanak? Akire akar. Na igen, de igen. Innentől mindenki el tudja dönteni, hogy melyik könyvet szeretné elolvasni. Jó. Hozzá egy döntés és viseld a következményeit. Na igen, szóval ezek voltak azok a könyvek, amiket az elmúlt 3,5 hónapban olvastunk együtt kb. Aztán majd, hogyha én is végre eljutok a többi recihez, amit te már kiolvastál, mert miért ne olvastad volna ki? Ja, te pedig rémán nem fogunk nagyon rájuk emlékezni. Nem baj, így jártál. Kellett ilyen gyorsan olvasnod őket. Kellett. Mert nem volt más. Ja. És ez volt a véleményünk nagyjából róluk. És akkor várhatóan, mert április, május, június, június-július környékén akkor elvileg jövünk egy második résszel, ha addig megint lesz annyi közös olvasmányunk. Lesz. Valószínűleg lesz. Tehát, már most is lesz. Amit nem, kapok könyvet, mindent egyből elolvas, úgyhogy csak nekem kéne tartanom a lépést, de nem tudok egyszerűen annyit olvasni, mint ő, mert kétszer olyan gyorsan olvas, mint én. Köszönjük, hogy megnéztetek a videót. Hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! És gyertek máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Viszlát a következő alkalommal. Ez nem volt jó, hogy egyszer vegyük fel, összezavartál. Köszönjük, hogy megnéztetek a videót. Hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Viszlát a következő alkalommal. Sziasztokat kire. Mert mi? Hogy szoktam ezt mondani? Akkor teljesen megzavarod. Mondjad! Köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Sziasztok! Várj, ez nagyon bére volt. Sziasztok!